Üdvözlök mindenkit! Folytatni fogjuk az adatkötése kapcsolatos ismereteink kibővítését. Ugyancsak egy egyszerű simple listet fogunk összeállítani, de most már nem a list activity hanem a sima activity használunk föl, és mind a UI-t, mind pedig az adaptert saját magunk fogjuk elkészíteni. Nos, menjünk is bele a Visual studio és kezdjük el kidolgozni a példaalkalmazást. Új projekt és Android Simple List 2. Ez az előző példának a folytatása lesz. Szerintem ez a példa az, amelyel már részleteiben meg lehet érteni az adatkötés folyamatát Android rendszerébe. Nagyon fontos, hogy most nem fogjuk felhasználni, a list activity-t, mert nagyon sok mindent elrejt előlünk, hiszen ezért is hozták létre, hogy kényelmesebb legyen a fejlesztés. Most mindent egyedül fogunk összerakni. Ezért meg is fogjuk hagyni a main layoutot, amit ugye betöltünk az activity-be. Az első feladatunk az, miután kigyomláltuk a felesleges dolgokat, hogy bemegyünk a Resources mappába, és a Layoutnál dupla klikkelünk a Main xml -en. Itt is mindent ki fogunk dobni, amire nincsen szükségünk. Tulajdonképpen azt a layoutot rakjuk össze, amelyet alapértelmezetten tartalmaz a list activity. Itt, ha rákeresünk a list view-ra, ugye ez lesz a Adapter View, Drag and Drop technikával rádobjuk a source ami nem kell kitöröljük, bár így is maradhatna. Nagyon fontos, hogy itt van az azonosítója, legyen ennek a neve most simán az, hogy List View, hiszen több List view nem fog tartalmazni a rendszer. Készen is vagyunk. Ugye itt már be van töltve, szerezzük meg a referenciát erre, tehát létrehozunk egy list view-t, amit kikeresünk, ugye a layoutból a find view by id segítségével, és ugye az ishoz id, és most be kell gépelni a list view, mert ő még nem tudja, hogy átneveztük. Tehát itt megkapjuk magát a list view-t. Hozzuk létre az itemeket, String, items, ugye így neveztük az előző példánkban is, és az items tömböt töltjük föl elemekkel. Most más elemeket fogunk használni. Egy saját listát, halakat fogunk használni, megjeleníteni. Így mi. Igen, itt maga a tömb nem alatt, és akkor most már minden helyre áll, így mi. Tehát ők azok az elemek, amelyeket a lee ba meg fogunk jeleníteni. Most azért használok többet, hogy a lee shew képességét be tudjuk mutatni, meg tudjuk tapasztalni, mert ez az adapter fejlesztésnél egy nagyon fontos dologra fog rávilágítani, de majd erről egy kicsit később. Most már nincsen más háta, mint hogy be kéne állítanunk a ListView-nak az adapterét. Ehhez létrehozunk egy saját adaptert, létrehozunk egy új foldert, mondjuk az lesz hogy adapter, ha mondjuk több van, ide bele lehet őket tenni. Hozzáadunk egy új osztályt, legyen ennek a neve az, hogy fish adapter, adapter, igen, talán nem gépelek el semmit, amely a base adapter osztályból fog leszármazni, generikusat használjuk, string lesz a típusa, és a control pötty segítségével implementáljuk a base adapter osztálynak a szükséges propertiáit és metódusait. Oké, okay. mielőtt rátérnék, hogy mik is ezek, hozzunk létre egy alapértelmezett konstruktort, itt rögtön hívjuk meg az ősnek a konstruktort, hogy el ne felejtsük, majd dobjuk át a kontextust, mert erre szükség lesz, egy activity lesz a kontext, és a string tömbünket, amely pedig iTems névre fog hallgatni, itt hozzuk létre a privát tagokat, Hát akkor ez lesz az activity. Hoppá. active igen, megvan. Context. Így Privát, read only. Lesz a string tömbünk is. Items néven. És akkor szépen most Átadjuk ezeket, és hát föl fogjuk tölteni a konstruktorban megadott paraméterekkel. Így, items, rendben van. Na most akkor nézzük meg, hogy miket is kell implementálnunk. Az első az egy indexet, tehát az itemek adott pozíciójára tudunk rákérdezni, és ezt adja vissza, azaz, ide azt írjuk be, hogy Return items. Nek a position indexen lévő elemét adjad vissza. Oké. Okay. Ezután jön a count, ami ugye az elemek száma. Return items, ugye ez egy tömb, ennek hossza van. Nagyon örülünk. Ennek jön a get Item ID. Na, ez egy kicsit furcsa. Tehát nem látjuk egyből az értelmét, mert általában, vagy hát tipikusan így szokták implementálni. Itt arról van szó, hogy ide be fog érkezni a list view-ban a sorszáma az elemnek, amire mondjuk ráklikkel a user, és ezt az intet kapjuk meg. Ez alapján mi visszaadhatnánk az üzleti logikáknak megfelelő azonosítót, egy speciális stringet, egy guidot, egy másik intet, ami azonosítja a mi objektumunkat. De legtöbbször ugye a hányadik elem a listámba, az azonosító jó is nekünk, tehát ezért szokták tipikusan így implementálni, de lehetnek olyan esetek, amikor itt ugye nem az indexet kézi, hanem az id-t. És ez például lehet egy guid is, például, ha a feladat megkívánja. És itt van a lényeg. Itt van a lényeg, a get view, amely ugye megmondja az adapter ez alapján tudja megmondani a Lisiumnak, hogy milyen view-t is jelenítsen meg az adott üzleti objektumhoz. Azaz majd itt szépen jönnek a halobjektumok, ezek egy stringek, és valahogyan meg kell mondanunk, hogy ezek hogyan rajzolódjanak ki a User interfészen, ott pedig ugye a Lisium belül egy sor hogyan jelenítődjön meg. Na, ezt jó bonyolultan elmondtam, de a kód a sokkal világosabb lesz. Tehát fogunk itt most egy halat kapni, mégpedig úgy, hogy a position, ugye az items tömbünkből a position indexű elemet vesszük ki. Azért nem írom ide az, hogy text, mert, itt ez, mert ez, itt lehet egy komoly összetett üzleti objektum is. Nálunk ez most egy hal. Most meg kell mondanunk, hogy ez a hal hogyan rajzolódjon ki a list view-n belül, vagy bármilyen más adapter view belül. Jó. Ehhez csinálunk most egy view-t, hogy view, view, egyenlő, és akkor most jön az okosság, ugyanis ezt a view-t általában előforrásból szoktuk felfújni, felépíteni a kontextus segítségével. Tehát jön az, hogy kontext, inflater, layout inflater, inflate, és akkor most meg kell adnunk ugye az előforrásnak az azonosítóját. Ezt egy XML-be leírhatnánk. De most mi felhasználjuk az Android Resource Layout Simple List Item 1-et. A ViewGroup pedig ugye null lesz most az esetünkbe. Szépen megkaptuk ezt a View-t. Most már csak bele kell helyeznünk az üzleti objektumunkat. Na most, ez a Simple List Item 1 egy egyszerű text view tartalmaz, tehát ki kell most vadásznunk ezt a text a view a view-n belülről. Tehát text view, text view, egyenlő view uh, view by id text view igen, és most jön megint a tükk, hogy Android resource ID és lesz itt olyan, hogy text 1, tehát ez az azonosítója. Ezek benne vannak az Android rendszerén belül, rögzítve vannak, tehát ezek nem változnak. A specifikációban lehet ezt kiolvasni. Megkaptuk, és miután ezt megkapjuk, ugye a text view textjét állítjuk rá a fisre. Tehát most fogjuk beleírni a text view textjébe a hal, éppen aktuális hal értékét vagy nevét, és legvégül visszatérünk ezzel a view-val. Tehát igazándiból ez a legfontosabb, itt mondjuk meg az adapternek, hogy milyen view-t adjon vissza az adapter view kérésére. Ez nagyon fontos. Igazándiból a listák kapcsolatban ez az egyik legfontosabb, amit meg kell értenünk. Oké, okay, készen is vagyunk a saját adapterünkkel. Most visszamegyek a main activity-be. És most a list view -nak az adapterére ráállítom az én fish adapteremet, Ctrl pöccsel beusingoljuk, igen, kérje a kontextust, ami egy DIS és az items tömböt. Így né, készen is vagyunk. Egy dolog hiányzik még, hogyha ráklikkelünk egy elemre, akkor egy toastot dobjunk föl. Hát most ugye nincs mit fölülírnunk, hiszen ez nem egy list activity, hanem most azt csináljuk, hogy a list view ö, items click eseményére feliratkozunk. Így string text. egyenlő lesz az items tömb. Event argumentumok position elemével, ugye ami rámutat a tömb megfelelő elemére, és akkor azt mondjuk, hogy toast, még text. Átdobjuk neki a kontextust. A textet és hosszan jelenítjük meg, és show, mutatnám, hogy most jönne a show time, remélem is, hogyha nem felejtettem el valamit, akkor most szépen meg kell, hogy jelenjenek a halacskák a lithium belül, és ez a hiba is el kell, hogy tűnjön, hiszen fordításkor az előfordulás állományt frissítenie fogja az Android plugin, ezért ebből nem kell, hogy hibánk legyen. Ami még gond szokott lenni, hogy elalszik, szunyókár az emulátor, ilyenkor célszerű kellni, és hát nem sokára meg fog jelenni az alkalmazásunk, lefordult. megjelentek az elemek, amúl barin csuka Dvérkeszeg. szépen most már ugye lehet látni, hogy ez egy scrollozható UI elem, ráklikkelünk, hogy harcsa, és itt van a harcsa. Tehát most már azért sokkal jobban átlátjuk az adatkötésnek a lényegét, Na most ide az elejére fogok görgetni ugye ennek, a, ennek a listának, bemegyünk ide a Fish adapterbe, és szépen, mondjuk ide teszek egy break Pöcsit, és elkezdek görgetni, Így, és lehet látni, hogy ugye egy új elemet kért. A ListView az bejött az Adapter Get GetView metódusába, és itt dobjuk vissza az elemeket. Jó? Position 8 az értély, tehát most ezt az elemet kellene elkészítenünk. Tehát amikor scrollozunk, akkor itt a View-kat nagyon szépen, Mondjuk ki, előforrás pazarlóan gyártjuk, és hát ö, nem kicsit használjuk el az eszközünknek a memóriáját. Tehát itt azért még van mit fejlesztenünk, le is állítom a kódot. És egy diát mutató talán ott jobban érthető lesz a dolog. Tehát. Ugye az adatkötés menetét azt már láttuk, most megint egy ábrát mutatnék, amely megint egy kicsit még mélyebben, részletesebben magyarázza el a folyamatot. Tehát van az adapter view -nk. Ugye ez egy list view a mi példánkban, benne vannak az elemek, a nézetek, és minden elemhez tartozik egy nézet. Amikor a felhasználó mondjuk lefele scrolloz, akkor új elemre van szüksége. Elmegy a data adapterhez, ő az adattálból a datastoreból kiveszi, ez most a string tömbünk, és elkészítjük az adott elemhez tartozó új view-t, és ezzel tér vissza a data adapter az adapter view-hoz. Na most, pár elem esetén is ez a módszer már nagyon drága, hiszen újra és újra, új, tehát new view példányokat hozunk tétre, és ez el fogja használni az eszközünk ö, memóriáját. És hát ugye ez kis adatoknál is ö, rossz megoldás, de mi van, ha több ezes, tízezes elemeket kellene kezelnünk, hogy lesz így risponzív a rendszerünk, úgyhogy az eszközünk memóriáját se fogyasszuk el. Úgyhogy újra kell használnunk, azokat a nézeteket, amelyekre már nincs szükségünk. Hiszen amikor a user lefele görget, vagy fölfele, akkor egy elem kilép a képernyőről, és bekerül alul egy új elem. Tehát fölül kilép, alul belép, és azt a view-t, amit ugye fölül kiléptetünk a rendszerből, tehát már nem látjuk, azt újra föl tudjuk használni az új alsó elem elkészítéséhez. Ebben a Data Adapter segít is nekünk, hiszen ő a GetView metódusnál visszaadja ezt a View-t, és ha ez egy nem null értékű elem, akkor célszerű ezt fölhasználni. Így a képernyőtől és a listák, lista elemek stílusától függően 8-10 view példányjal meg lehet oldani ki lehet küszöbölni ezt a problémát, és mindig csak a bennük lévő adatokat kell frissítenünk. Maga a nézet példány pedig ugyanaz, de ezt mindig ugyanazt a 8-10 elemet használjuk fel újra meg újra. Akkor most ezt a patent mintát fogjuk alkalmazni, hogy egy kicsit szebb legyen a kódunk. Itt vagyunk újra a Visual Studio-ba, és akkor nézzük meg, hogy mit tudunk tenni az ügy érdekében. Itt van ez a Convert View, ami beérkezik a paraméter lista segítségével ebbe a metódusba. Ez az a nézet, amelyet újra tudunk használni, tehát a kódunkat úgy kellene átírnunk, hogy View, View, egyenlő Convert View, jó, és if view egyenlő 0, akkor legyen a view egyenlő egy újjal, hiszen az elején amikor először jeleníti meg az elemeket, akkor még nem lesznek view-ok, amiket fel tudna használni a rendszer, ekkor nullár tér vissza, és ilyenkor fogjuk ugye ezzel az inflate metódussal fölfújni előforrás állományból a view példányokat, de miután már ugye beérkeznek nem null view elemek, azokat fogjuk fölhasználni, és bennük kicserélni a kódot. Tehát most ide teszek egy... Tehát először nézzük meg a kódot. Másodpercek kérdése. Égyni. Itt vagyunk. Szépen. Minden ugyanúgy működik. És akkor lehet látni, hogy ide, hát ezt elrontottam, mert az elején is be kellett volna tenni, ide nem jön be a rendszer. Jó? Mert, ha ide teszünk egy pöttyöt, amikor kér egyet, igen, a debugolás az nem egy túl gyors dolog, igen, alul voltam, na most lesz a jó, mert már lista alján voltam, akkor ez a view példány, már nem lesz null, hát megmutathatná, na, ígyni, szépen ö, lehet látni, hogy ez már régen nem egy null, ezért ebben kikeressük ugye a text és simán átírjuk az új üzleti objektumnak megfelelő értékre a text property-ját. Tehát ez nem egy túl... Ö, bonyolult dolog, hát ez nekem most egy kicsikét átment ilyen homokolás dologba, de a lényeget megmutatom még egyszer, tehát az elején szépen be fogunk ide futni. ezt azért otthon mindenki próbálja ki, nézegesse, talán egy valódi eszközön ez sokkal kényelmesebb, meg gyorsabb, mint az emulátor segítségével. Tehát rakjuk össze a nézetünket, bejöttünk ide egyből, azért nem jelenik meg, mert null volt, megyünk tovább, egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, 6-szor, 7-szer, 8-szor, és már meg is jelentek az elemek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elem. Most ugye megemelem, és már nem jöv, még egyszer bejött. Úgy. És most már, most már nem egyszer se. Tehát szépen tudom görgetni a listámat leföl, és most már az elkészült nézeteket használom újra, csak bennük ö, úgymond kicserélem a megfelelő szövegértékeket. És ennyi az egész. Így már mondjuk ugye, egy nagyon nagy adathalmaz esetén is el tudom képzelni, hogy az alkalmazáson működik, hiszen 7-8 view-val dolgozok, és folyamatosan csak cserélgetem benne ki ugye, a, az adatokat. Ezen még egyébként lehet gyorsítani, még ezen a módszerrel is belefuthatunk pofonokba a listákkal kapcsolatban, de majd erről egy kicsit később van az úgynevezett View Holder, ha jól emlékszem a nevére pattern, és azzal még lehet egy kicsit gyorsítgatni, és ha ráklikkelünk az adott elemre, igen, hogyha az ember kivárná a long toastot, akkor láthatja, hogy szépen minden működik. Itt fejezném be ezt a példát, és természetesen a listákkal, az adatkötéssel mi nem végeztünk, igazándiból csak most fogunk leásni a mélyére.